Sziasztok, rengeteg verset kaptam, olyan sokat, hogy úgy döntöttem, külön videóban fogom bemutatni a legjobbakat. Ettől függetlenül ez a következő videó, tehát ne küldjetek többet. Aki mostantól küldi, annak már tuti nem fog bekerülni. Sziasztok! A mai videóban Csirkenauta pályáját fogjuk bedarálni, Kovács Pisti kalandja. Egy szép virágos helyen kezdünk, egy lebegő felirattal, üdvözöllek a kalandpályámon. Mögöttünk Csirkenauta és Hírobrány harcol. Azt mondja, a Csirkenauta a legszebb szálvirág. Én azt hittem, hogy űrhajós csirke, most már tudom, hogy virág. Lássuk a táblákat, üdvözöllek a kalandpályámon, remélem, hogy tetszeni fog. Építette Csirkenauta, fordulj meg! Szabályok plusz fontos tudnivalók teljesen tele tolja a csetet. Normál nehézségen kalandmódban játsz beállítva, kövesd a sóderutat, a házakba benézhetsz, ne csalj, ne barkácsolj, ne törj, rak le blokkokat, kövesd a történetet minden parancs beállítva, ne piszkálj semmit. Fontos, kevésbé fontos dolgok, a pálya egyjátékos módra lett tervezve, így ha több játékos módban akarjátok végigjátszani, akkor előre nem látható hibák léphetnek fel. A pályán rengeteg utalás van, így kérlek mindenkit, hogy ne kopizzon. Oké. Mert nem ez volt a célom, hanem egy humoros, poéndús és utalásos pálya elkészítése. Felesleges erre fölhívni a figyelmet, van különbség copy és utalás között, csináljátok olyanra, hogy az tényleg utalás legyen. Ha egy entitás nem töltődik be, akkor zárd be, majd nyisd meg újra a pályát, mert így remélhetőleg visszatér. A pályához ajánlott az eredeti, ez ajánlott, mert ebben lett tesztelve. Minecraft 1.8 korábbi verzió nem jó. Valamint ennek mini frissítései, például 1.8.1. A pálya nem névre szóló. A nyomólapokra nyugodtan ráléphetsz, mert azok csak a történetet viszik tovább. A pálya készítésekor a dialógusokra, a nem klisés feladatokra és magára a kalandra mentem rá. Ezt szintén felesleges leírni. Ha valamit elrontasz, ne engem szígy. Oké. Ha kérdésed van a pályával, valamely részével, vagy netán hibát találtál, üzenetedet a ... e-mail címre küld. A történet hálaiknek kifér egy oldalra, míg vagy 60-80 éve Herobrine átvette a birodalomban az uralmat. Nem, már vagy 60-80 éve? És az embereket a pincéjükbe száműzte. A neved Kovács Pisti, ne felejts, falván laksz, és mivel azóta már alig maradt élelmetek, elhatározott, hogy felmész a felszínre, megölöd Herobrine-t, és ezáltal felszámolod a terrort és az elnyomást, és ez egy mondat volt. Azonban tudod, hogy ez egyedül nem fog menni, ezért ehhez segítséget akarsz kérni az egyetlen olyan embertől, aki még harcol a gonosz ellen, a királytól. Ki más harcolna, mint a király, nem is a katonái. Lássuk a kezdő felszerelést, páncélok, kekszek, alma, ugye milyen csini oroszlán vagyok. Indítás, biztosan készen állsz a pálya kezdésére? Ha igen, kattints ide, úgyhogy a csetet megnyitod. Hát hogy a rákban ne? Teleportálódunk is a pincébe, a ládában egy feldőlt Pac-Man és egy napló. Kedves naplóm, még dédnagy szüleim menekültek le Herobrine haragja elől, azóta élünk itt generációk óta. Alig maradt már élelmünk, így előbb-utóbb fel kell menjek a felszínre kajáért. Nagyon érdekesen indul, 4 generációnyi pince lakó. Második oldal, kedves naplóm, ma megvilágosodtam, mint Buddha. Elhatároztam, hogy megölöm Herobrine-t és békét hozok erre a világra, megyek is pakolni. Nem is tudtam, hogy Buddhának ilyen gyilkos szándékai voltak. És ha kinyitjuk a ládát, azt mondja a főhős, hogy drága egyetlen naplóm. Felmentem a földszintre, hogy bepakoljak. Üres, emelet, üres, padlás. Ott volt egy láda, amiben volt egy toast nevű tojás. Azt hiszem ez a nyúl tojás. Szóval lehetne egy toast nevű nyúlam. Elég hülye név egy nyúlnak. A hagymás pörkölt sokkal jobban passzolna. Nem kopi, utalás. 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 Kint a házat egy No Name nevű ló, a készítőnek nem erőssége a nevek. A postaládában egy új üzenet, nem neked jött, hanem édesanyádnak, Zsenikém. Még ha rá lett volna írva a címzet, de csak a feladó volt, szóval valahogy nem érzem magam hülyének. Ház mellett sakkasztal öreg bácsiknak. Az egyik ház pincéjében Sanyi bujkál egy sajtos buffancsal és rekettyéssel. Rekettyés, csak nem gyaloggalop. Nem kopi, utalás. 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 Aztán van itt egy Laci bácsi 100 forintos ivója. Miben segíthetek? Vagy ezt kell kérdeznem? Már sok évtizeded nem járt nálam egy vendég se. Hát legalább 60 éve.
Jól tartja magát, Laci bácsi. Az ő ládájában jó cucc, és volt nincs lé van. És lesz is, mivel nem vittem el. Egy másik ház pincéjében Józsi bujkál, úgy látszik kiköltözött a mocsárból. Nem kopi, utalás. A Pisti nagyapjának pálinkáját bárhol megtalálja, csak itt nem. Vagy te nem rendőr vagy? Természetesen a ládában ott van a pálinka. Következő ház pincéjében Anonymous mondja, már tavasz van és monokli van a ládájában. Az utolsó előtti ház pincéjében Nemo kapitány mondja, hogy ne olvasd tovább, oké. A ládájában pedig van egy napló, ezt is Csirke Nauta írta, nem is az ő naplója. Azt írja, nem illik más naplójába beleolvasni. Úgy látszik számított rá, hogy bele fognak olvasni. Utolsó házban Andris, látsz engem? Ugyanis engem csak a hülyék nem látnak. Persze, hogy látlak, szép a kalapod. A ládájában 200 plusz áfa. Nem kopi, utalás. Már csak az elköszönő táblák vannak, nyomás a királyhoz, ekkor eszembe jutott, hogy azzal a hülye lóval talán gyorsabb lenne. Meg ha előbb kikötözném. Tempó, iszkiri, iszkiri, tempó, iszkiri, tempó, vág, táz. Tempó, iszkiri, iszkiri, tempó, iszkiri, tempó, vág, táz. Nem kopi, utalás. Kicsivel arrébb. Ennek is kéne valami intro. Kicsivel arrébb. Ember az út szélén, de jó neved van. Én védem ezt a hidat, ezért hülyéket nem engedek át, megrémülsz. Nem rémülök meg. Így meg kell válaszolnod eme három kérdésemet úgy, hogy a cseten rákattintasz a helyes válaszra. Az első így szól, hogy hívnak a pályán. Új küldetés, tudáspróba. Józsi, Chuck Norris, Kovács Pisti, Hajnal Tímea. Nem kopi. Utalás. Helyes, a második így szól, mi a célod? A Szentkehely felkutatása, Herobrine megölése és a terror felszámolása, megdönteni Hajnal Tímeát, megverni Józsit pókerben. Ez is helyes, az utolsó így szól, kitől akar segítséget kérni ifjú kalandor? Nostól, a királytól, Laci bácsitól vagy egy hülyétől? Gratulálok, sikeresen válaszoltál mind a három kérdésre, így tovább mehetsz. Automatikus mentés kész. Küldetés teljesítve, tudáspróba, útterület feloldva, a királyvára. Nagyon poén ez a hangulat, hogy így kírja a küldetéseket, meg a feloldott területeket, de egy kicsit fölösleges, hiszen úgyis a következő helyszínre fogok menni, és úgyis mindig egy küldetésem lesz. De azért ötletes. Kicsivel arrébb. Egy tábla, a vár, Gringotts és Lebbenstelek. És tényleg le van zárva a terep, szóval nem csak kiírás, tényleg feloldja a területeket. Stílusosan belovagoltam a várba, mondjuk ez inkább csak váracska. Bent a király jól összepiszkítja a csetet, lehet keresni az elejét. Ki vagy, fiam? Kovács István a becsületes nevem, de mindenki csak Pistinek, vagy Kovács Pistinek hív, mert ez tényleg rövidebb, felséges királyom. Pisti, mit szeretnél? Szeretnénk némi segítséget kérni felségettől, hogy harcolhassak Herobrine ellen. Sőt, meg is akarom ölni azt a szemetet, hogy mi 44, te egyedül ideállítasz elém? Egy egyszerű kis nagyra vágyó paraszfiú, akinek még a pelenkáját se cserélték ki, és azt várod tőlem, hogy mindenemet feltegyem arra, hogy le tudod győzni Herobrine-t. Kicsit nehezen olvasható, vagy várj, lehet, hogy te lennél az... Az alkatot teljesen olyan, mint ahogy a kézikönyvben az meg van írva, és ugyanúgy is jöttél elém, szerintem te vagy a kiválasztott, így én teljes mértékben megbízom benned, ahogy a kézikönyvben is, ezért elmondom, hogy hol van a kiválasztott kardja. Hogy mi? Én a kiválasztott? Az kizárt. Ez csak egyetlen módon derülhet ki, állj rá a kiválasztott mérlegre. Itt volt egy kis kavarodás, mert nem vettem észre, hogy közben mellém rakott egy másik nyomólapot, arra kellett volna ráállni, de végül megtaláltam. Ez is jól teleküldi a csetet, a kiválasztott mérleg sose hazudik, ez pedig azt jelenti, hogy te vagy a kiválasztott, aki letaszíthatja Herobrine-t a rémuralmáról. Letaszíthatom a rémuralmáról? Az konkrét. És újra felállíthatja a birodalomban a rendet és a harmóniát. Ez azonban csak akkor fog menni, ha segítségül használod a kiválasztott kardját, vagy kadját, mintha kadját lenne, rá kell nagyítanom, és tényleg kadját, jó. Tehát a kiválasztott kardját, az egy olyan nagyhatalmú fegyver, ami, hogyha társul a te magában is nagy erődhöz, akkor akár még diadalmaskodhatsz is a gonosz felett. Mint már mondtam, benned az a kiválasztottban
teljesen megbízom, ezért odaadom neked annak a széfnek a kulcsát, amelyel ki tudod venni a Gringottsból a kiválasztott kardját. Most pedig arra kérlek, hogy fogd a kulcsot, vedd ki a kardot, majd indulj el Hirobány tornya felé, és öld meg őt. Új feladat a felfegyverkezés, új terület feloldva a Gringotts, kiválasztott mérleg, az a személy a kiválasztott, aki a mérlegre ráállt. Igenis, csak most volt a mérleg, automatikus mentés újra. Közben lerakott egy ládát, amit én simán kihagytam, játszás közben azt gondoltam, hogy GIF parancsal kaptam meg a kulcsot. De semmi gond, meg gondolt rá a készítő. Nyomás Gringottsba, nem kopi, utalás. Ami majdnem akkora, mint a vár. Bankos Manó, üdvözöljük a Gringottsban, kiválasztott úr. A király megírta már nekem Facebookon, hogy jön. Ez kicsit megtöri a hangulatot, tehát azt gondoltam, hogy ez egy ilyen fantasy világ, de ha van Facebook, akkor miért nem dobunk bombát Herobrine tornyára? Értem, de hogy a lényegre térek, hol találom a király széfjét? Itt ebben a bankban a királyon kívül más nem nyitott széfet, így senki másével nem fogja összetéveszteni, ugyanis igaz, hogy a bank idén ünnepli 50 éves fennállását, valamiért még csak ő felsége nyitott nálunk széfet. Hát akkor valamit nagyon elrontottak. Ezt pedig úgy találod meg, ha a liften lemész a széfek barlangjába, vagomba szállsz és elmész a végállomásra. A 101. széfet keresd. Új terület feloldva a széfek barlangja. Liftezés, aztán kocsikázás. Egy ügyfél van, annak is a legmesszebbi széfet adták. Mekkora trollok. Egyetlen megálló és egyetlen széf van. A széf kulcssal, ha a ládára kattintasz, akkor kinyílik. Mellette pedig, ha elvesztetted a széf kulcsot, itt találsz másikat. Tökéletes. A ládában Andersen meséi és a kiválasztott kardja van, közben mozog a chat. Most már mehetsz vissza a felszínre, feladat teljesítve a felfegyverkezés, új terület feloldva, Lebbenstelek plusz Herobrine tornya. A király üzenetet küldött neked, Herobrine tornyához menve, el kell menned Lebbenstelek mellett, automatikus mentés. Vissza a csillével, lift, ló, nem kötelező elmenni Lebbenstelekre, de kíváncsiságból megnéztem. A település összvisz három házból áll, az elsőben Anti bácsi, szia, szereted a tejet? Én nagyon szeretem a tejet. Igen? És a kakaót is? Azt is. Nem kopi, utalás. Ügyetáj van nálad. Bolygó közi akármi? Fúj, abból kakaót se lehet csinálni. Második az útszéli ivó. Nagyon jó. A pálya követi a valóságot. Minden településen van kocsma. Mivel szolgálhatok a vendégnek? Csokis tejet, de tüstént. Give me a milk. Chocolate. Belenéztem a ládába, hát ha van valami ellopható, a legutóbbi tolvaj füle. Azt hiszem nincs itt semmi, mehetünk. Az utolsó pincében Vincus, jó reggelt, vagy jó estét? A ládájában Vuk csirkéje. Nem kopi, utalás. Ennyi volt ebben szelek, nyomás tovább az úton. Kicsivel arrébb. Herobrine tornya, az épület alakja és a fölötte lévő fehér cucc miatt most vágás. Meg is érkeztünk, bent sok pókháló, meg egy lépcső. Az első emeleten Umbridge irodája. Nem kopi, utalás. Odabent észrevettem, hogy a falusi egy nyomólapon állt. Nagyon érdekelt, hogy mit akar mondani. Arrébb lökni nem tudtam, úgyhogy megcsaptam. Amitől elteleportáltam. Ne, küldetés teljesítve, itt a kalandpálya vége. Nagyon nem állt össze a dolog, úgyhogy visszamentem. Szóval, ha nem foglalkozunk Umbridge-el, tovább megyünk a lépcsőn, akkor megtaláljuk Herobrine-t. Aki versenyezhetne a királlyal, hogy kizúzza jobban a csetet. Hé, te ki vagy és mit akarsz tőlem? Vagy mi? Hol vagyok? Mi van Herobrine? Inódba szállt a bátorságod? Most, hogy ide jövök hozzád a kiválasztott kardjával? Mert igen, én vagyok a kiválasztott. Mi? Vagy várj? Már emlékszem, igen, már tisztán emlékszem, de nem én vagyok a gonosz, hanem Umbridge. Az egész még 1959-ben kezdődött, amikor Notch barátommal még csak kitaláltuk a Minecraftot, és nem sokkal azután Voldemort megbukott, és Umbridge-t börtönbe vetették, de valahogy megszökött. Ezt követően eljött hozzám, mert a szemem alapján, mint sok más, azt feltételezte rólam, hogy én vele éjjig gonosz vagyok, és be akart mellém állni, de mondtam neki, hogy én tisztességes vagyok, és erre dühében Imperius irányítás átkocolt rám, és azután már csak annyira
Emlékszem, hogy nem tudom irányítani a testem, és közben annyi szenvedést hozok a világra, de most, hogy te, azaz a kiválasztott eljöttél, feloldottad rajtam az átkot, és ezt nem tudom elégszer megköszönni, de most arra kérlek, hogy Jézus Mária, milyen hosszú mondat, egy kicsit jobban kellett volna tagolni. Szóval, de most arra kérlek, hogy menj le egy emelettel, és öld meg Umbridge-t, aki azt hiszi, hogy ő az én titkárom, így már tényleg beteljesítheted mindazt, amit a kézikönyvben megírtak. Te jó ég! Most már joggal megcsaphatjuk Umbridge-t. Teleport a végső szobába, itt van két csirkenauta és három gomb, történet vége. Miután Umbridge meghalt, a király és Herobrine békét kötöttek, valamint véget ért a több évtizedes elnyomás és a terror. Fáradozásodért a király bejelentette, hogy te vagy a trónörökös. Kreditek, építette, tervezte, lekódolta, stb. Csirkenauta, technikai segítséget nyújtott videói által Csabusa a Command Block Sensei. Köszönet nyilvánítás, köszönöm, hogy végigjátszottad a kalandpályámat, remélem, hogy tetszett. Ha valami nem tetszett, vagy netán hibát találták, kérlek, hogy a e-mail címemre ír, köszönöm, tip nézkörű kreatív módban, ehhez kattints ide. Oké, amíg megy a mérleg, pörögjünk kicsit. Amik tetszettek, az utalások volt sok, és voltak köztük poénok is, aztán a hangulat, kicsit olyan érzésem volt, mint a horrorra akadva filmeknél, tehát így össze van gyúrva sok filmből, és azokat próbálja kiparodizálni. Aztán a kulcsmásoló, ugye arra gondolok, ami a szépben volt, vissza lehetett szerezni az elveszett kulcsot. Amik nem tetszettek, túl sok volt a Harry Potteres utalás, már-már az az érzésem volt, hogy ez egy Harry Potter feldolgozás. Nem utálom a Harry Potter, de... hogy mondjam, abból is van egy határ. Aztán a túl sok szöveg, egy-egy beszélgetésnek komolyan keresni kellett az elejét, vagy görgözés után, hogy hol is tartottam. Hogyha már ilyen sok szöveget írtok ki, akkor valahogy tagoljátok. Tehát mondjuk kiírtok egy oldalnyit, aztán az alján ott van egy tovább gomb, ami kiírja a következő részletet, és így tovább. Ez volt Csirkenauta pályája, Kovács Pisti kalandja, a kézikönyv óvjam. Esti.